jelentem Szekszárd város szervezett tűzvédelmének 151 évfordulója alkalmával rendezett ünnepségre, a berendezett személyállomány és a meghívott vendégek együttállnak. Már 150 éve létezik szervezett tűzvédelem Szekszárdon. A város megyei jogú önkormányzata és a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ebből az alkalomból tartott jubileumi ünnepséget. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere beszédében megemlékezett a város múltban tapasztalt szerencsétlen tűz eseteiről is. A legismertebb eset pedig 1794. augusztus 7-e, ami gyásznapként került a helytörténeti dokumentumok lapjaira. Ekkor ütött ki a nagy tűzvész, ami Szekszárd szinte valamennyi épületét elpusztította. A Bartina mögötti jobbágyházakról terjedtek a lángok. 4 óra alatt 600 ház vált a habu martalékává. Szekszárdon 1873-ban az országban ötödikként alakult meg a Szekszárdi Önkéntes Tornász és Tűzoltó Egylet, melynek első parancsnoka mintegy 40 éven át dr. Boda Vilmos volt. Fülep Zoltán, tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági felügyelő elmondta, az ünnepség célja a múltra emlékezés mellett egyben a jövő megalapozása is volt. Hozzátette, a 150 éves tűzoltóság Szekszárd városnak és környékének fontos részét képezi. Azt gondolom, ismert a mondás, hogy akinek múltja nincs, annak nincs jövője. Tehát mi mindenképpen a múltunkat tiszteljük, hiszen ők voltak azok, akik elindítottak minket az úton. Az ő példájukat tudjuk követni, ők mutattak utat számunkra is a jelen tűzoltóinak, és reméljük, hogy majd mi is példát tudunk mutatni az utánunk következőknek. Velencei István, nyugalmazott tűzoltó ezredes, még fiatal korában került Szekszárdra. 38 éven keresztül volt tűzoltó, ebből 28 évig a Szekszárdi Tűzoltóság parancsnokaként szolgált. Munkaideje alatt körülbelül 15 ezer tűz és káreset történt. Nekem első sorban a beosztott tűzoltó volt az, aki mindennél elsőbséget élvezett. Ugyanis ő volt az, aki a reggel szolgálatba állt, nem biztos, hogy hazament. Lehet, hogy kórházba került volna, ha nem vigyáz ugye annyira. Vagy ne talán meg is hallott volna. De hát hála Istennek, hogy ilyen nem volt nálunk. Az esemény zárásaként emléklapokat, emléktárgyakat és elismeréseket is kiosztottak.